Sámuel pedig mondta: Vajon kedvesebb az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Egy Sámuel. 15.22. Az Isten iránti engedelmesség kifizetődő. Emlékszem Isten egyik kedves, drága szentjére, akinek volt üdvössége és betöltekezett szent szellemmel is. Örömömre szolgált leülni és beszélgetni vele Isten dolgairól. Nem tudom, éveken át hány alkalommal imádkoztam együtt ezzel a hölgyel a gyógyulásáért. Átmenetileg tudtam segíteni neki, azt azonban sosem tudtam elérni, hogy teljesen meggyógyuljon. Egy darabig rendben volt, de aztán elveszítette amit kapott. Azon tűnődtem, hogy miért volt ilyen rossz egészségi állapotban hosszú évekig. Nyolcvan éves volt, éveken át azonban sosem élt igazán. A betegség megfosztotta a cselekvő képességétől. Egy nap amikor az ágya mellett álltam, azt mondta, sosem tettem meg, amit Isten kért tőlem. Nem voltam hajlandó megtenni. Tizenkét éves koromban Isten missziós munkára hívott el. Ő szerette az urat, de nem volt hajlandó engedelmeskedni neki. Nem volt hajlandó megtenni, amit Isten várt tőle. Ez akadályozta Isten gyógyító erejének a kiáradását. Így már mindent megértettem. Tudod, az engedetlenség ajtót nyit az ellenség előtt. A sátánnak joga van belépni a nyitott ajtón. Az emberektől sokszor azt hallottam, milyen sokba kerül az Isten iránti szolgálat. Ez azonban nem kerül valamibe, hanem kifizetődik. Az engedetlenségnek azonban tényleg ára van ára van annak, ha nem jár valaki Isten akaratában. Szív fájdalomba és szomorúságba kerül. Betegségbe, pénzbe, és néha idő előtti halálba kerül. Ha van valami, amivel foglalkoznod kell, akkor foglalkozz vele. Ha valami gátolja, a gyógyulás kiáradását, akkor azt hárítsd el. Legyél hajlandó bármit megtenni, amit Isten kért tőled. Megvallás. Hajlandó vagyok mindent megtenni, amit Isten vár tőlem. Atyám, mutas rá. Arra területre az életemben, ami nincs rendben előtted, és helyrehozom. Összhangba hozom az életemet veled és a te igéddel.